Melyik lesz ott? A hármas, ami kék. Kék, tökéletes lesz, köszönöm. Június 13-án kezdődött az értékesítése a Hidrófehérvár AV19 jégkorong csapatának következő szezonra szóló bérletei kapcsán. Cserpalkovics András polgármester az elsők között vásárolta meg bérletét a következő szezonra. Mint mondta, szeretne mindenkit arra ösztönözni, hogy amennyiben tehetik, vásároljanak bérletet az Alba Arénába a következő szezon bajnoki és BL mérkőzéseire. Nagyon szép számban keltek el már bérletek, hiszen 2000 bérlet értékesítésre új gazdára talált, ez azon, hogy önmagában is nagyon komoly, fontos szám. Ez már egyébként magasabb, mint az eddigi bérletes szám. Várhatóan ez azonban tovább fog emelkedni, hiszen a mai naptól kezdve személyesen, aztán a klub által meghatározott rendben online is lehet bérletet vásárolni, és erre kérek is biztatok mindenkit, higgyék el, nagyon-nagyon nagy élmény egy jégkorong mérkőzés, főleg és különösen ebben a csodálatos arénában. Cserpalkovics András vérbeli szurkolóként bizakodva tekint az új idény elé, már csak az utóbbi néhány szezonban elért eredmények miatt is. Ez a csapat szerintem erősödik most. Hazatértek ráadásul kifejezetten jó magyar válogatott játékosok, akár Erdélyi Csanaira gondolok, akár Sebőkre. Ők meghatározó játékosai nem csak a Volánnak, hanem a magyar válogatottak is. Bízom benne, hogy maga Volán egy olyan éves teljesítményt tud letenni az asztalra, ami sok örömet hoz majd a szurkolóknak. Emellett pedig kiváló felkészülést ad az alcsoportos VB-hez a válogatottnak is. Bérletvásárlásra az Alba Arénában legközelebb július 19-én 16 és 18 óra között lesz lehetőség, július 22-től pedig az online értékesítés is elindul.